kecske tejtermékek piacon. Ő mondjuk tej. Mennyibe kerül a tej? 450 forint litere. 450 forint litere. És ő micsoda? Joghurt. Joghurt. És ő mennyibe kerül? 1000 forint litere. 1000 forint litere. És itt pedig a sajtok vannak, ugye? Jellemzően ők mondjuk mennyibe kerülnek? Nagy része 4000 forint. 4000 forint kilója? Igen. Igen. A friss natúr sajt a 3500. Ő a natúr, ugye? Igen, ezek a keményebb natúr sajtok, ezek 4000 és ez a friss natúr a 3500 forint. Sok munka van ezzel? Igen, sok. Gondolom. Ott kezdődik, hogy a kecskének meg kell termelni a takarmányt. Kecskének meg kell... Hát meg kell mutatnom az árust, mert ugye nagyon csinos, hát nem hagyhatjuk ki. Tehát és meg kell termelni a takarmányt. És az miből áll? Széna, lucerna, abraktakarmányok, kukorica, tritikáli, árpa, zab. És ezek mind megteremnek otthon? Nagy része meg, kisebb mennyiséget kell, csak az ilyen különlegesebb árpa, zab, ezt szoktuk vásárolni. Nagy része megterem. És hány darab kecske van, ha szabad kérdezni? 18 fejős kecske. 18 fejős kecske, hát gratulálok. Sok munka van vele? Sok. A kecskékkel sok a probléma, mert nehéz őket etetni, mert mindenre ugye fölmászik, fölágaskodik, és ugye ezért nagyon mert oda kell figyelni, hogy milyen etetőt használ az ember, mert különben nagyon sok takarmányt elpocsékol. Van hozzá elég terület? Van. Azért nem tartunk többet, mert ennyinek van takarmány, ennyire tudunk megtermelni, meg van legelő is a tanya körül, ennyit tudunk legeltetni folyamatosan. Kívánok hozzá erőt és egészséget! Termelői méz árlista, Rubos család méhészete. Nagyon szép, gratulálok! Csak nézzünk egy pár dolgot. Akác méz, az mindenki nagyon szereti. 3300 per üveg. Hársméz 3000. Kirakom, várja a sor. Ja, ne rakjam ki, mert akkor nem látom. Semmi baj. Ezek az árak vannak, és így néznek ki a mézek. Akác méz. Akác méz. Sejemfőméz. Régi ismerős, valamikor régen sokat filmeztem a bagó mézeket, és újra felfedezik őket. Itt vannak hársméz, napraforgó méz, gyönyörű sárgák. Igen. Ez jelent-e valamit, hogyha sárga egy méz? Minél sárgább, annál jobb? Minél sárgább, annál jobb, főleg egyébként a bagó méz. Én legalábbis azt fogyasztom. Nagyon helyes. Mindenkinek azt ajánlom, meg hogy termelőtől vásárolja a mézeket, mondjuk ne az üzletben, mert bármelyik helyi termelőnknél biztos, hogy megbízható mézet tudunk vásárolni. A méhészek azok nem kevernek kínai mézet a mézhez? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Mi nem importálunk meg Kínából semmit. Nézzük meg akkor az árakat. Nézzük meg az árakat. Tehát akác méz, 3300 kilója, hársméz 3000, virágméz 2300, repszeméz 2500. Egyébként látható, hogy elismerő oklevél bőven. Igen, azt is kapott a kétfajta mézünk. Hadd kérdezzem meg, hogy élettanilag a sikeres akác mézen kívül melyiket javaslod leginkább fogyasztásra? Melyik a legjobb egészségügyi? Amit én szeretek igazán, az a repceméz. Repce? Én a repcét szeretem. Mindenki az akácért, persze jó az akácméz, nekem mondjuk a repceméz, ami legjobban ízlik. De minden mézem egyébként jó. További sikeres árusítást kívánok. Köszönöm. Régen találkoztunk kiskezi csókolom. Én nagyon jó szívvel emlékszem egy gyönyörű fiatalasszonyra és egy gyönyörű palántára. Mennyire kerül egy ilyen? 250 forint, és ő paradicsom? Igen. Nehogy hülyeséget mondjak. Ja, így néz ki. Hoppá. Majd is fog. Alfred, ez a neve? Nagyon jó. És akkor nézzük tovább, mi van még? Padlizsán. Madonna F1, így fog kinézni a megnyű. Így néz ki most, és ő mennyibe kerül? 300 forint darabja. Csodás. És akkor nézzük a paprikát.
Audius F1 így fog kinézni. És így néz ki most a palánkája. Ő mennyire kerül? 250. Nagyon szép, gratulálok. Lila hagyma? Igen. Lila hagyma, nagyon friss. Mennyibe kerül? 200. 200 forint egy ilyen csomag. Hát az szinte ingyen van. Jó, most nézzük a tojást. A tojás mennyibe kerül? 500 forint. Várjunk, azt mondja a 10 darab. Nem egy, ugye? Nem. Nem mindegy. Szóval egy darab tojás 50 forint, így érzed. Nagyon szép. Tanyasi tojás. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Jó árusítást kívánok. Itt van a híres Lajos Mizsei szamóca. Gyönyörű, kicsattan az egészségtől. Mennyibe kerül? 2000. Egy pillanat, tehát ő 2000 kiló. 2200. Na, majd csak megértünk. Oké, és akkor erre haladva? 1008, ő már kisebb azért, ugye? És ők? 1005. Ők már 1005, ők az apraja. Hát nincs az a semmi baj, annál finomabb az íze. Én legalábbis úgy emlékszem, nem? Ugye? Hát igen. És akkor itt mit látunk, Zeller? Igen. Zeller mennyi? 200 és 300. Azt mondja, hogy Deep Purple. Hogy is van ez? Öreg rocker, nem lén rocker? Az biztos. Öröki fiú egy rocker? Hát mondjuk. Igen? Most 60 vagyok, de 20-nak érzemnek. Hát gratulálok. Most jön a Juráj Hip majd valamikor. És ott lesz ott a helyed? Remélem. Már megvan a jegyed? Nincs, de majd megjön. És hol lesz egyébként? Valahol Kőbányán. Igen? Kőbányán, ahol a vásárokat szokták rendezni. Értem. És mondjuk, hogy például mekkora lemezgyűjteményed van otthon? 200. Csak? A kelit, a CD, aha. DVD. Hát én kinéztem belőle legalább 2000-et. Ohoj! Hát kérlek szépen, gratulálok, és további jó egészséget kívánok. Ez hol? Kedves virágárus a hölgy. Szomjan akartam málni. Nagyon iszik, igen, látható. Látszólag most még csak kólát, a kocsmában megittem a pálinkát. Ja, értem, egészségedre. Megnézzük a virágaidat, jó? Jó. Ez itt a Törcséres Jászmin. Nagyszerű. Ez is az. Ez is és az. Akkor még amit a hölgy fog, az is nagyon napos helyre való, és aha. Fel lehet futtatni, vagy le kaskóba. Mediterrán növény. Igen. Úgyhogy ha ki akarjuk teletetni, akkor napos hideg ablakba lehet visszavágjuk, és akkor napos hideg ablakba is ki lehet. Hát kint nem lehet hagyni, mert a fagyat nem tűri. Nem. Világos. Nem tűri. És mennyibe kerül? Azok 2500 forint darabja. Értem. És akkor különböző színek, piros, rózsaszín, fehér, ilyesmik vannak. Mit látunk? Ezek itten gumós begóniák. Ez a fajta például a napos helyre való, ez csüngő, és őnek is ki lehet teleltetni a gumóját, csak ki kell szárítani a gumóját, és úgy teleltessük. Értettem, és mennyibe kerül? 1000 forint darabja, hát annyira ajánlik, bele olyan szép nagyon. Tenni a csüngő kaspóba, és ez bírja a napot, de van belőle árnyékos fajtája is. Értettek. Ez napos. De ő se bírja a telet. Kin nem bírja a telet, a gumóját ki lehet teletetni, szárazon. Világos. A tövek, málna és akkor tövek. Lehet ültetni, mert úgy cserébe nevet. Ilyen jó, erős tövek. Köszönöm szépen, mondjuk. És akkor... Jól néz ki, hát ez már terem is. Teremni is fog, már nem egy éves málna, hanem már több éves málna. És... szereti a vizet, úgyhogy olyan helyre tud ültessük, olyan félnapos hely, és vizes legyen a terület, mert a málna, meg a szedel, az ilyenek, azok az erdő mellett teremtek régen, és ott a... Tűző napot nem szereti, ugye? Hát a félnapot. Félnapot. Félnapos. Hát, hogy ne egész nap érje a nap, hanem ha úgy forog a nap, hogy vagy délelőtt éri, vagy délután. Értettük. Mennyibe kerül egy ilyen? 2500 forint. És akkor ilyen folyton termő szamóca. Folyton termő szamóca. Igen. Jól néz ki. És akkor ők is lehet ugye csüngő kaspóba is. Ott vannak már ugye a virágok. Igen. Ez milyen ágban van?
Ezek 8:50, beleteszik valaki a kaspóba, a balkonba, és akkor folyamatosan lesz neki. Már eheti is az epret? Persze, epret mindig lesz neki. Amennyi lesz rajta, világos. Ez a fajta virág. Muskátli. Muskátli, bocsánat. Ez a fajta muskátli, ez egy félfutó fajta, ami nagyon jó bírja a napot, mert sajnos a többi fajta muskátli csak ilyenkor koda tavasszal akar virágozni, meg amikor már a fagyról bevinnénk, akkor ők azok a típusok, amik ilyen kandelláberekre is felakasztják, ilyen kerek lesz, és folyamatosan lesz neki virágja, és bírja ezt a nagyon meleget, ami nálunk van. De azért locsolni kell, nem? Hát locsolni kell. De ha minél nagyobb edénybe tesszük bele, annál jobban bírja a növény. Ugye igen. A gyökere nem forrósodik át a növényeknek. Mennyibe kerül? 8,50. 8,50. Itt, hogyha végigmész, amit a hölgyeken válogatnak virágokat, igen. Ezek mind 200 forintosak. 200 forint darabja. Akármelyik ottan 200 forint. Vannak mézvirág, petóniák. Petónia is 200 forint. 200 forint ezek a bokros fajta. Aha. Begóniák, vagy már kikapcsoltad? Nem. Ezek a básonykák, a napvirág egyedül az drágább, azon még most nincs virág, de nem soká lesz. És ő mennyi a drágább? 2,50. 2,50, hát az se sokkal drágább. Jó. És ők mennyibe kerülnek a dáliák? Azok 1000 forint, azok a törpe dáliák. 1000 forint, aha. Ilyen különleges fajták.